A bordó és a sárga, valamint az őszi rózsa domináltak az őszi asztaldíszeknél, amelyeket a hagyományos virágkötészeti versenyen készítettek. A Zentai Kertészek Egyesülete minden évben részt vesz a városnapi esemény folyamon. Idén több mint 30-an jelentkeztek a megmérettetésre, három kategóriában, gyermek-ifjúsági és felnőtt kategóriában. Ebben a három kategóriában mind a három esetében három helyezést osztunk ki, tehát első, második, harmadik díjat osztunk ki a résztvevők között, ugyanis az őszi asztaldísz címre készülnek ezek az alkotások, amit egy kéttagú zsűri fog értékelni. Amíg alkottak a főtéren, addig a nagy színpadon megkezdődtek a tánccsoportok bemutatói. Először a Zentai Stevan Sremát szerb művelődési központ fellépői mutatták be koreográfiájukat. Őket a tornyosi Románódrom Egyesület követte, majd a Merkur Midnight tánccsoport lépett színpadra. Közben a parkban megnyitott a kapuit a civil falu. 12 zentai és környékbeli szervezet várta az érdeklődőket, köztük a Zentai Gyermekbarátok Egyesülete is. Egyesületünk már 1978 óta működik, az én vezetésem alatt 2010 óta. Egyesületünk azra törekszik, hogy a gyerekeknek olyan játékokat nyújtsunk, amit még a mi gyerekkorunkban is játszottunk. A szombat délutáni programot a Zentai Flamenco Majorett csoport bemutatója zárta.